Az évnek ebben a szakaszában stábunk úti célja már hagyományosan Antigua. Kolumbusz nyomában járva rengeteg hajós látogat el a finom homokú strandjairól és vendégszeretetéről is híres vitorlás paradicsomba. A karibi térség gyöngyszemeként is emlegetett sziget körül zajlik évről évre a legendás vitorláshét, az Antigua Sailing Week. Idén is remek mezőn gyűlt össze, a világ minden tájáról érkeztek versenyzők, mégis nagy figyelmet kapott a tavalyi Volvo Ocean Race győztese, az ABN Amro One. A vitorlás körökben szinte All-Star válogatottnak számító legénység ezúttal is kitett magáért, maga biztosan nyert. Ideális vitorlás idő várta a térség korona ékszereinek tekinthető hajók seregszemléjét. Mintegy 200 induló vágott neki az 5 napos küzdelemnek. A 20 és 35 csomó közötti jó szélben emlékezetes csatát vívott a 40. Stamford Antigua Sailing Week mezőnye. A H2O stábja a vitorlázás kedvelői között a helyszínen nagy létszámú magyar csapattal is találkozott. A rendezvénysorozat az már egy régi ötlet. Évek óta járunk le az Adriára. Szerettünk volna egy olyan régiót megismertetni a vendégeinkkel, ahol még nem jártak ők sem, és hát mi sem túl sokat. Elmondható, hogy Magyarországról ebbe a térségbe nagyon kevesen tudnak csak ide eljutni. Nincs meg az a hajózási tapasztalat, ami őket ide elhozná, ezt szerettük volna egy picit úgy összefogni. Antigván ebben az időben rendezik az Antigua Sailing Week-et, ami a világ egyik legjobb vitorlás versenye, és mi is szerettük volna ezt megtekinteni. 108 fővel érkeztünk ide. 11 luxus katamaránnal vettünk részt ezen a túrán, és ami nekem külön öröm, hogy mindegyik épségben és mindenféle műszaki problémák nélkül meg is érkezett a bázis kikötőbe ide-vissza Guadalupe-ra. 6. alkalommal került megrendezésre a No Stress fantázia nevet viselő élmény és bulivitorlázás. Már a nevében is belefoglaltatik, hogy élmény és bulivitorlázás. Ez azt jelenti, hogy a vitorlázáson kívül egyéb fakultatív és szervezett programok is kényeztetik a résztvevőket. Két helyszínen került megrendezésre igazából ez a 6. No Stress. Az egyik Antigua, a másik pedig Guadalupe volt. Az antigói helyszínen elsősorban a vitorlázás volt az, ami érdekességként, hát ugye a vitorlás verseny megtekintése és maga a szigetfelüli vitorlázás volt elsősorban a program. Majd Guadalupe-on a résztvevőknek a vitorlázás előtt és után is szerveztünk programokat. Rendeztünk egy vízilabdakupát, a karibi vízilabdakupát, a strandon rendeztünk strandröplabdabajnokságot, és hát érdekességként egy kis kincskeresést a karibi tengerben, valamint a szárazföldet is egy kicsit feltártuk a résztvevők előtt, lehetőség nyílt megtekinteni a helyi vulkánt, valamint vízesés túrára, esőerdőt megtekinteni, tehát bőven volt lehetőség választani a különböző programok között. Hát, tulajdonképpen nekem ez egy óriási kaland volt, óriási várakozásokkal jöttem, hiszen a képeslapokról az ember ismeri már a Karib-szigeteket. Itt Guadalupe-on mindez meg is testesült, kék ég, kék tenger, a homok, csodálatos esőerdőket láttunk. Nemzeti parkokat, állatkákkal, mongúzokkal teli, sőt, még egy kráter is belefért, egy füstölgő, kéngőzős vulkánt is megnéztünk egy kis mászás árán, de fantasztikus élmény volt. A legnagyobb élmény talán az volt számomra, amikor Pali és Sanyi barátaimmal elmentem egy kis kirándulásra esőerdőben, nagy divat arra felé a piknikelés. Fekete családok leülnek, kis kunyhóban eszegetnek, és találkoztam az egyik kisfiúval, egy francos kis fekete sráccal, lehetett olyan 6 éves forma. Oda mentem hozzá, hogy lefotóznám őt is, meg közös fotót csinálnánk. Nevetgélt mellettem, miközben a fotó készült, annyira barátságos családias légkör volt. Vitorláztál már a Karib-tengeren? Még nem voltam óceánon, illetve tengeren vitorlázni, eddig csak a Balatonon voltam. Egy kicsit túlbecsültem a képességeimet, egy kicsit túlbecsültem a gyomrom erősségét, de ezen kívül azt hiszem, hogy nagyon nagy élmény volt, nagyon jó volt vitorlázni, és azt hiszem, hogy egy picit önmagamat is sikerült legyőzni, és ennél nagyobb győzelemre úgy se tehet szert az ember. Lesz-e folytatása ennek a sorozatnak? A No Stress rendezvénysorozat nem ért véget Guadalupe-on, illetve az Antigua Sailing Week-kel. Megyünk tovább a Seychelles-szigetekre, Tájföldre, és még sorolhatnám, de ezeknek a programoknak a kidolgozása még folyamatban van.